Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a telesuli nézőit, és főleg azokat a diákokat, akik a biológiát választották érettségi tananyag részként. A mai alkalommal az idegrendszert fogjuk áttekinteni, legalábbis az idegrendszerek az első részével foglalkozunk, ami a kapcsolatteremtő életműködésekben vesz részt. Mi is az a kapcsolatteremtés? A kapcsolatteremtés igazából az érzékelés és a mozgás megvalósítása, amelynek nagy szerepet köszönhetünk az idegrendszer működésének. Lássuk is az idegrendszer legfontosabb feladatait. A Külvilágból és a szervezetből érkező információk észlelése, feldolgozása és a megfelelő válaszreakció kiváltása, szabályozása az egyik feladata, a másik felelős a szervezet belső egyensúlyi állapotának, a homeosztázisnak a fenntartásáért, valamint a külvilághoz való alkalmazkodásért. Anatómiailag az idegrendszert egy központi, illetve egy perifériás vagy környéki részre tagolhatjuk. A központi idegrendszer rész, euh, részei, mint az ábrán látható agyvellő, illetve a gerincvelő lesz. Az agyvelő az agykoponya, koponya üregében helyet foglaló legterjedelmesebb központi idegszervünk, illetve a gerinc oszlop gerinc csatornájában a testünk hátoldalán található gerincvelő ugyancsak a központi idegrendszer szerve. A perifériás vagy környéki idegrendszer az agyon és a gerincvelőn kívül, tehát a központi idegrendszeren kívüli rész, Melyek az egész testet behálózzák idegekkel. Részei az agyból kilépő 12 pár agyideg, és azok a gerincvelő idegek, amelyek a gerincvelőből lépnek ki. Nem csak anatómiailag, hanem működési terület szerint is felosztható az idegrendszer egy szomatikus, illetve egy vegetatív működési részre. A szomatikus idegrendszer biztosítja a szomatikus érző érzékelő tevékenységet és a szomatikus mozgató tevékenységet, ezáltal a szervezet környezetbe való beilleszkedését teszi lehetővé. A szomatikus idegrendszer működésileg akaratlagos, és a végrehajtó szervek azok a vázizmok lesznek, tehát vázizmokra lesz hatással. A vegetatív idegrendszer vagy zsigeri idegrendszer egybehangolja a belső szervek működését. A vegetatív idegrendszer autonóm, tehát akaratunktól függetlenül tudja a simaizmokat, a szívizmot, illetve az exokrin mirigyeket működtetni. Megjegyzem, hogy a vegetatív idegrendszer szimpatikus és paraszimpatikus hatású is lehet a szimpatikus stressz helyzetben. Mozgósítja az energiatartalékainkat, és a paraszimpatikus idegrendszer tartalékolja a szervezet energiáját. Az idegszerveink idegszövetből épülnek fel, és az, az idegszövet két nagyon fontos sejt, sejtet tartalmaz, az egyik ugye a neuronok, vagy idegsejtek, melyeknek sejtestjei, mint látható a mellékelt ábrán, a szürke állományt képezik a központi idegrendszerben, és idegdúcokat a perifériás, vagy a környéki idegrendszerben. A neuronok nyúlványai a központi idegrendszer fehér képezik, illetve a perifériás idegrendszerben idegeket hoznak létre. Az idegszövet másik alkotója, a glia sejtek, vagy a nevrogliák, a, a mielintermelésben például a fent bekarikázott rész, az oligodendrocita, a központi idegrendszer mielintermelésében vesz részt, támasztó szerepük van, tápláló szerepük van, illetve védik az idegsejteket. Látható, hogy akár csak a neuronok, ezek is különböző nyúlványokkal rendelkező sejtek. A neuronok az ideg, rendszer szerkezeti és működési alapegységei. Tehát nem csak felépítik az idegrendszert, hanem tulajdonságaik és működésük révén megvalósítják tulajdonképpen az idegrendszer funkcióját. A neuronok tulajdonságai az ingerlékenység és az ingervezetés. Ezek a tulajdonságok a sejtmembrán szerkezetének sajátos megváltozásával kapcsolatos jelenségeket feltételeznek inger hatására az inger a külső vagy belső környezetből származó általában válaszreakciót kiváltó változatos hatás, ingerület vezetéssel válaszol, vagyis az ingerületi idegsejtek által való továbbítást értjük ez alatt. Az ingerület tulajdonképpen egy elektromos jel, mely tova terjed az idegrostokon. Ha tova terjed az idegrostokon, akkor a neuronok egymással kommunikálniuk a, a neuronoknak egymás kommunikációjára van szüksége, és a neuronok közti kommunikációt szinapszisnak nevezzük. Igazából ez a neuronok, illetve egy neuron és egy másik sejt közötti kémiai kommunikáció, ugye, hogy a kémiai szinapszisokról van szó, vagy elektromos uh, kommunikáció, elektromos szinapszisok is előfordulnak. Az idegrendszer alapvető funkciója a reflex funkció, illetve az ingerület vezetési funkció. A reflexek alapján valósul meg a szervezet szabályozása és a környezetbe való beilleszkedése. A reflex folyamat anatómiai alapja a reflexív. A reflexív komponensei a mellékelt ábrán megfigyelhetők. Első komponens a receptor, ami Ingerre fog válaszolni. Ez az inger érkezhet a külvilágból, a bőrből, az izmokból, illetve érkezhet a zsigeri szervekből. A receptor egy úgynevezett aferens érző pályán továbbítja az ingerületet a központba. Ez az érző pálya lehet szomatoszenzoros, hogyha a külvilágból érkező ingereket továbbítja, illetve viszceroszenzoros aferens ág, ami a receptoroktól, a belső szervek receptoraitól fogja közvetíteni az ingerületet, az érző ingerületet a központba. A központ agyi központokat jelent egy reflexív központjai agyé, illetve gerincvelői központokat jelent, ahol megtörténik az információ feldolgozása és a megfelelő válaszreakció uh, kidolgozása, amit az eferens ágakon továbbít a végrehajtó szervekhez az idegszerv. Milyenek ezek is az eferens ágak? Lehetnek szomatomotorosak, ebben az esetben a végrehajtó szerv... Uh, haráncsékolt izomzat, vázizomzat, illetve motoros eferens pálya, ebben az esetben az effektor mirigyek, illetve simaizmok lesznek. Az idegrendszer másik alapvető funkciója az ingerület vezető szerep, ami a központi idegrendszer fehér állományában haladó vetületi és társító pályák által valósul meg. Nézzük át először a gerincvelőt, mint a központi idegrendszer egyik fontos alkotó alamit. A gerincvelő a hátoldalon, középtájékon, a gerinccsatornában csatornában helyezkedik el, és az agy gerincvelői hártyák védik. Nem tölti ki teljesen a gerinc csatornát, ugyanis a nyakszír csont öreg likától a második ágyéki csigolyáig terjed, ott egy úgynevezett végfonalban folytatódik, ami a környéki ágyéki és keresztályéki idegekkel együtt az úgynevezett lófarkat alkotja. A zábra megfigyelhető a keresztmetszete, és a keresztmetszeten látható, hogy a kívül a neuronok nyulványai, a mielénes nyulványai által burkolt fehér állomány található, ez is adja meg a perifériás részen elhelyezkedő fehér állomány színét, és belül szürke állomány tartalmaz, ami interneuronokat, tehát a neuronok sejtestjeit, illetve a mielinikus, mielin hüvely nélküli rostokat tartalmaz. Tehát központi elhelyezkedésű a szürkeállomány, és szarvakra tagolódik két hátsó, két oldalsó, illetve két előső szarvra, és perifériás része a külső fehérállomány. A szürkállománya a gerincvelőnek, Szomatikus és vegetatív reflexek központját képviseli, míg a fehér állományi kötegek az idegi impulzusokat vezető pályákat fogják képezni. A melléket ábrán látható, hogy a gerincvelőből euh, lép ki mindkét oldalán az úgynevezett gerincvelői idegek, amelyek kapcsolatot teremtenek a törzs végtagok bőrének, izmainak, illetve a törzsben levő belső szervek receptoraival, valamint kapcsolatot teremtenek a végrehajtó szervekkel, az effektorokkal is a mozgató rész rostok révén. Nézzük is meg a gerincvelő működését. Ugye a szürkállománya rév, révén reflex központ szerepű. A gerincvelő reflexei lehetnek szomatikusak, illetve vegetatívak. Nézzük át, milyen szomatikus reflexek záródnak a gerincvelő szürke állományában. Egyrészt a monoszinaptikus vagy nyújtási reflex ábrája látható. Monoszinaptikus reflex, mint ahogy a neve is mutatja, igazából két neuron között kialakult kommunikáció véget alakulhat ki, a proprioceptorok ingerlése a vázi megnyújtását eredményezi, ilyen például a térdin reflex. Ez a reflex igazából az izomtónus fenntartásáért is felel. A másik szomatikus reflexe a gerincvelőnek, vagyis ami a gerincvelőben záródik, az az úgynevezett hajlításokkal kifejezett védekezési reflex. Ilyenkor a bőrünket egy fájdalom ingere ö, éri, és a gerincvelő arra utasítja, tulajdonképpen a végrehajtó szervet, hogy végezzen el egy hajlítást, tehát távolítsuk el a végtagot a fájdalmat kiváltó ö, tárgy ö, ö, Révén elől. A gerincvelő nem csak szomatikus reflexeknek ad otthont, hanem nagyon fontos szimpatikus, illetve paraszimpatikus reflexek is záródnak, ezen a területen az oldalsó szarvakban lesznek ezek a központok. A szimpatikus központjai a pupillatágítást, a szívgyorsítást, a verejtékezést, illetve a szörborzolási reflexeket teszik lehetővé, míg a paraszimpatikus központok a vizelet, illetve a székletürítési reflexeket biztosítják. Tehát a gerincvelő reflex központjainak a működését a gerincvelő szürke állománya valósítja meg. A következő nagyon fontos szerepe a gerincvelőnek, amit a fehér állomány fog megvalósítani, az az ingerület vezetés. Az ingerület vezetésnél <coughs> megbeszélhetjük a felszálló, a leszálló és társító pályákat, ebből érettségire a felszálló pályákat kérik, amelyek úgynevezett érző pályák. A felszálló pályák a fehér állományban az agy felé vezetik az ingereket idegimpulzusok formájában, a receptoroktól, az ide központok felé. Na most annak a függvényében, hogy milyen receptortól érkezik igazából ez az inger, a felszálló pályákat exteroceptív érzékelés pályáinak, proprioceptív érzékelés pályáinak, illetve interoceptív érzékelés pályáinak nevezzük. Az exteroceptív érzékelés pályái az exteroceptoroktól vezetik az ingerületet, az exteroceptorok a külső környezetből ingerlik a bőr receptorait. A bőr ugye érzékeli a hőt és a fájdalmat, a durva tapintást és a nyomást, a finom tapintást és a rezgést is. Na most ezeknek az érzékeléseknek sajátos, meg jól meghatározott, specifikus helye van a fehér állományban, az ábrán látható a kék színnel jelzett felszálló érzőpályák. Tekintsük is át ezeket. A hő és fájdalom érző Pája a gerincfelő fehér állományának az oldalsó spinotalamikus nyalábjában vezeti az ingerületet az agykéreg érzéke, érző mezejében. A durva tapintás és nyomás az előső kötekben halad, az úgynevezett előső spinotalamikus nyalábon keresztül. A finom tapintás és a rezgés érzékelését továbbító Pálya a gerincvelő nyúltagyi nyaláb, vagy egyes esetekben úgy is hívjuk spinobulbáris, gracilponiátus nyalábok, ahol az átkapcsolása pája egyik neuronja a nyúltagyban történik. A proprioceptív érzékelés, érzékelés ingerületét vezető pályák kétfélék lehetnek. A, ugye a proprioceptoroktól, a helyzetérző receptoroktól szállítják az információt az agyba lehet tudatos, illetve nem tudatos. Tudatos, proprioceptív vagy kineszezikus pálya vezetéséről akkor beszélhetünk, amikor az agykéregre fognak vetülni ezek a bizonyos ingerületek. A tudatos mozgások koordinációját szolgáló érzékelés a gerincvelő nyúltagyi nyaláb fogja biztosítani, ami a gerincvelő fehér állományának a hátsó kötegében, ugye a fent, látható gracil kuneátusz nyalábokon halad, illetve a nem tudatos proprioceptív érzékelését továbbító köteg, az az úgynevezett gerincvelő kisagyi nyaláb, tehát nem jut el az ingerület konkrétan a nagyagy agykérgébe, hanem a kisagyi agykérekbe fog kerülni. És természetesen a belső szervektől származó információkat is továbbítjuk a gerincvelő fehérállománya által az agyban, ezek úgynevezett spinotalamikus nyalábokon haladnak. A Ugyancsak az ingerület vezetést valósítják meg azok a kötegek, amelyekben úgynevezett leszálló pályák fognak futni. A leszálló pályák szemben az érzőpályákkal úgynevezett mozgatópályák. Mit is jelent ez? Az agykérekből indulnak a mozgató mezőből, és az akaratlagos és nem akaratlagos mozgásokhoz szükséges parancsokat fogják közvetíteni a vázizmok felé. Tehát ezek a leszálló pályák, amelyek a vázizmok irányába haladnak, a gerincvelő fehér állományában, az oldalsó, illetve előső kötegekben, igazából kétféle mozgást képesek kiváltani. Az úgynevezett piramidális pályák, amelyek a frontális lebenyből, tehát a homlok lebenyből indulnak, méghozzá az előső központi tekervényből, az akaratlagos mozgásokat fognak kiváltani. Az ábrán látható egy úgynevezett kereszteződés. Tehát ezek az axonok, amelyek az agykérekből erednek kereszteződni, tehát áttérnek a gerencvelő elős másik oldalára, tehát az ellenkező oldalára. Ezt jelenti tulajdonképpen a kereszteződés, a rostok 75%-a. Ez igazából azt jelenti, hogy a jobb agyféltekénk, a bal oldali izmaink mozgatásáért felelnek, és a bal agyfélteke a testünk jobb oldalának az izomzatát uh, fogják mozgásra késztetni. Tehát mindig az ellenkező oldali uh, uh, agyterület felel a, a törzsnek vagy a törzsnek végtagok izmainak a működtetéséért. Tehát még egyszer a piramidális pályák az akaratlagos mozgásokat váltanak ki, de nagyon sok önkéntelen, automatikus, nem tudatos mozgás ö, koordinációja létezik. Ezeket az extrapiramidális pályák vezetik, ugyancsak a gerincvelő fehérállományú kötegeiben. Ezek a nem akaratlagos mozgások, mint az izomtónus, tehát az izmok enyhén megfeszített állapota, vagy járással kapcsolatot automatikus mozgások, vagy a beszédet, az írást és az önkéntelen viselkedést irányító mozgásokat fogják kiváltani. A perifériás idegrendszer részei a gerincvelőből kilépő úgynevezett gerincvelői idegek. Gerincvelő 31 pár vegyes vagy kevert gerincvelői ideg révén kerül kapcsolatba a receptorokkal és az effektorokkal. Hogyha vegyes ideg, látható a szerkezetén, hogy érző és mozgató rostokat egyaránt tartalmaz. A gerincvelő ideg két gyökérből egy hátsó érző, illetve egy melső vagy előső mozgató rostokat tartalmazó gyökérrel rendelkezik, amelyek aztán a gerincvelő törzsében egyesülnek. A gerincvelő rostjai érzők, tehát a receptoroktól a gerincvelő irányába szállítják az ingerületet, illetve a mozgató rostok a gerincvelő előső szarvából, illetve oldalsó szarvából kilépő szomatomotoros, illetve visszeromotoros rostjai révén a vázizmokhoz, illetve a belső szervekhez jutnak. Na most ebből a 31 pár gerincvelő idegből, a 8 pár a nyaki régióból, 12 pár a háti régióból, 5 pár az ágyéki, 5 pár a keresztelyéki, és egy pár a farokcsonti régióból hálózza be a törzsünket, illetve a végtagjainkat, melyek felelő méretben. Lássuk, milyen feladatok is érkezhetnek az érettségi alkapával ebből a témakörből. Nagyon gyakori, hogy ki kell írni a vizsgalapokra azokat a fogalmakkal, a fogalmakkal, amelyekkel ezeket a pontozott részeket ki lehet egészíteni. Tehát egy kis áttekintés a szimpatikus és paraszimpatikus ö, ö, idegrendszer, igazából a vegetatív idegrendszer alkotó elemei. Egy újabb kiegészítés, valamilyen szempontból a szomatikus idegrendszer központi, illetve lássuk, milyen idegrendszerre osztható. Itt mindenképpen működési szempontból osszuk akkor az idegrendszert, egy szomatikus idegrendszerre, ugye, és ennek van egy központi és egy környéki uh, régiója. A, egy újabb feladattípus, nevezzem meg két a gerincvellő ingerületvezető funkcióját megvalósító pályát, és ehhez a pályához társítson egy uh, hozzátartozó szerepet. Hát a javaslatom egyszerűsítsük egy kicsit a dolgokat, ilyenkor nyugodtan meg lehet említeni a felszálló pályákat, amelyeket, amelyek az ingereket idegimpulzusok formájában a receptoroktól az, inger az központokig vezetik, illetve leszálló pályák az akaratlagos és nem akaratlagos mozgásokhoz szükséges parancsokat közvetítik a vázizmok felé. Tehát, ha véletlenül nem üteszhetek be konkrétan az a köteg, ahol haladhat ez a bizonyos érzékelés, akkor egyszerűen csak a felszálló, illetve a leszálló pályákat e megemlítitek, és azoknak a funkcióit, illetve a szerepét társítjátok. Lássuk, hogy a következő típust, igaz vagy hamis, nagyon gyakori ez a típusú feladat. Hát a kérdés a következő, a szomatikus idegrendszer, vagy nem is a kérdés, a kijelentés a következő, hogy a szomatikus idegrendszer egy szimpatikus és egy paraszimpatikus összetevőből épül fel. Hát ez a kijelentés hamis, mert a szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszer az mindenképpen a vegetatív idegrendszer alkotói. Lássunk akkor egy helyes kijelentést is elhelyezkedés szerint az idegrendszer központi és környéki idegrendszerre osszuk. Tehát nagyon vigyázzatok, hogy módosítani kell a kijelentést, és a módosítás nem fogad el negációt, tehát nem válaszolhattok úgy, hogy nem az alkotásában, hanem, hanem, módosítsátok úgy, hogy helyessé vagy igazzá váljon a kijelentés. A, gyakori a mini eszé, ugye, ez egy nagyon ö, nagy pontos feladatípus. A, arról szól, hogy alkosson egy mini eszét a következő címmel kiválasztottam a gerincvelő ingerületvezető szerepét, felhasználva a megfelelő tudományos ö, tartalmakat. E célból a következő lépéseket kell betartson, soroljon fel a témának megfelelő hat kifejezést. Hát, Következő lenne a javaslatom, ugye fehér állomány mindenképpen jelenjen meg a, a mini eszében. Felszállópálya, leszállópálya, kötegek, piramidális és extrapiramidális lehet, de mármelyik extraceptív vagy proprioceptív érzékelés pályáját ugyanúgy megfogalmazhatjátok. Hát, így gondoltam, hogy a, 3, három, négy összetett mondatból álló összefüggő szöveg megfelelőképpen tartalmazza ezeket az információkat, azáltal, hogy a gerincvelő ingerületvezető szerepét ugye a fehér állományú kötegek valósítják meg, melyek a perifériás elhelyezkedésűek a kötegekben, az érzékelés továbbító érző, felszálló és a mozgató parancsokat közvetítő leszálló pályák nyalábjai találhatóak. A gerincvelő leszálló kétfélék, piramidálisak, melyek az akaratlagos mozgás ingerületét vezetik, illetve extrapiramidálisak, melyek az automatikus, nem tudatos mozgások elvégzésére szolgáló parancsokat közvetítik. Ezzel én sok sikert kívánnék. Köszönöm szépen. Viszontlátásra!